Amióta a járvánnyal szemben védekezünk, most jött a legnagyobb vakcina szállítmány, a szélrózsa minden irányát beleszámítva. Ha végignézzünk itt a raktéren, akkor látjuk a rakomány felét, ugyanis itt az alattunk lévő szint is teljesen tele van. Most fordul elő először, hogy a teherszállító repülőgépünkbe gyakorlatilag már egy gombos tűt sem lehetne elhelyezni, mármint a rakomány szempontjából. Ez 600 ezer Sinopharm vakcina, soha ennyi oltóanyag egy szállítmánnyal Magyarországra még nem érkezett. Megint annak azok? Igen, a jól bevágott. A bérletes csapat, nem? Igen, mert nem változtatok, amiért. A győztes csapaton sose változtat. Halaszta mindenki. Everything is cool. Everything is cool. And they have one level, one lower level as well. Yeah. Where everything is cool as well. Yeah. Absolutely cool. Come on, Ashton. Yeah, so basically. 250 cubic meters, that's what the commander said. With this, we're pretty sure we're gonna reach the 4 million next week. This is a Hungarian-Chinese strategic partnership. This is the outcome, simply. This is the outcome. So it made sense. It made sense to build this relationship based on mutual respect and mutual trust, because during emergency we can count on each other. That's what we understood from the recent months, right? Yeah. Ez a 600 ezer oltóanyag lehetővé teszi, hogy tovább gyorsítsuk az oltást, aminek nyomán már a jövő héten elérhetjük a 4 millió beoltott magyar embert, és ez egy hatalmas lépés a győzelem felé, hatalmas lépés a felé, hogy a magyar embereket biztonságban tudhassuk, hogy a magyar gazdaságot újra indíthassuk, és hogy újabb lépéseket tegyünk afelé, hogy az élet visszatérjen a normalitás talajára. Nagyjából 10 órát repültek a pilótáink Pekingből, ottani idő szerint reggel 7-kor indultak, úgyhogy végig a reggelben jöttek, mindenhol good morning-gal köszöntek be a légirányításnak. Végig 5 fokos hőmérsékletet biztosítottunk a raktérben, hiszen a Sinopharm vakcinát 2 és 8 fok között kell tárolni. Ez is megmutatja, hogy helyes döntés volt levonni a következtetéseket a járvány első hullámából. Nyilván hatalmas előnyt jelent számunkra az, hogy egy ilyen légiszállítási képességgel rendelkezünk. A repülőgép és személyzete nem nagyon tud pihenni, hiszen jövő héten kétszer fordulnak Moszkvában, egyszer pedig megint mennek Pekingbe, ahonnan újabb 600 ezer oltóanyagot hoznak el, amiből 400 ezer a miénk, és elhozunk 200 ezer oltóanyagot a grúz barátainknak, mert nekik nincsen ilyen szállítási lehetőség. Úgyhogy nagyon fontos ez a mai történés, újabb fontos lépés,
abba az irányba, hogy le tudjuk győzni a járványt, hiszen ahogy azt az elején is mondtuk, együtt sikerülhet, és most nagyon úgy tűnik, hogy együtt sikerülni is fog.